60 ezerre tehető azon ukrán menekült gyerekek száma, akik csehországi oktatási intézményben kezdték meg a tanévet. Jelentette be a cseh oktatási miniszter. Vladimir Balasz elmondása szerint jóval több iskolásra, az előrejelzések szerint körülbelül 130 ezer ukrajnai gyerekre számítottak. Sok középiskolás diák azonban úgy döntött, hogy online folytatja tanulmányait az ukrajnai intézményekben. Ukrajnának más az oktatási rendszere, ezért sok 17 éves nem iratkozott be a cseh középiskolákba, hanem úgy döntött, hogy Ukrajnában fejezi be tanulmányait, annak ellenére, hogy így távoktatásban részesülnek. Értékelte a tanévkezdést a cseh oktatási miniszter. Február 24-e és augusztus 31-e között Csehország 423 ezer ukrán állampolgárnak adott ki idéglenes tartózkodási engedélyt. Az igénylők körülbelül 40 a kiskorú. Ugyanakkor sok menekült már visszatért Ukrajnába, vagy más országba költözött.